Mindenki szabadon eldöntheti, kéri az oltást. Vagy mégsem? Újabb társadalmi csoportra kényszerítette rá a Fidesz az oltást. Decembertől kötelezővé teszi a pedagógusok számára, és sok szakközépiskolás és egyetemista is csak úgy végezheti el a szakmai gyakorlatot, ha be van oltva. Több elkeseredett fiatal vette fel szervezetünkkel a kapcsolatot az ország számos településéről. Választás elé állították őket. Vegyék fel az oltást, akkor is, ha nem akarják, vagy ne vegyék fel az oltást, és akkor nem tudják elvégezni iskolai tanulmányaikat. Nem maradt választási lehetőségük. Fel kellett vegyék az oltást a pedagógus növendékek és számos más szakmát tanuló fiatal, ha végzettséget szeretnének. A legkevésbé veszélyeztetett korosztályra kényszerítette rá az oltást a Fidesz. Teljesen egészségesek voltak, de az oltást követően most fejfájással, fáradékonysággal, esetenként lázzal küzdenek a diákok. A Mi Hazánk ifjai részvétét fejezi ki a kötelező oltás minden elszenvedőjének. Biztosítunk benneteket, hogy kiállunk mellettetek. Dúró Dóra és Apáti István országgyűlési képviselőink értetek küzdenek a parlamentben, mi pedig az utcákon. Több ezren tüntettünk az Alkotmánybíróság épülete előtt, egyre többen vagyunk, és nem adjuk fel soha. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely a 2022-es választás követően a magyar országgyűlésben értetek fog kiállni. Ránk mindig számíthattok.